Na, az van, hogy akkordoknak még csak közelébe sem mentem, maximum ennyire. De ezekről még úgy igazából fogalmam sincs. Azt tudom, hogy hogyan kell pengetni, meg hogy van ez az egész, és fogalmam sincs. Szóval ide is rakom oldalra a gitárt. Jól nagyot koppant. Szóval üdvözöllek a mai adásban, miért kezdtem gitározással, és miért van az egész gitár a kezemben. Hát azért, mert hogy van egy accountability fogadásom Kis Gergővel, az üzlettársammal a Warrior történetben. Hát van egy fogadásunk, ami annyiról szól, hogy nagyon-nagyon régóta, körülbelül olyan 2013-4 óta van ez a gitár a lakásomban, és az elmúlt években nagyon sokat költözködtem utazások miatt is, meg volt jó pár albérletváltásom is, és a sok költözködés révén egész egyszerűen folyamatosan szűkültek a tárgyaim, azokat, amiket magamnál tartottam, szóval tulajdonképpen a végére nagyjából 2 darab táskára lett szűkítve az életem, amire mindig is nagyon büszke voltam, hogy a lelkem nomád részének ez nagyon-nagyon szimpatikus volt, de valahogy ezt a kurva nagy gitárt, amit egyáltalán nem kényelmes és egyáltalán nem praktikus semmilyen módon cipelni bárhova is, ez valahogy mindig megtartottam, és igazából soha nem értettem, hogy ez miért lehet, és hogy miért van nálam ez a gitár, meg miért tartom meg. Aztán mindig úgy voltam vele, hogy majd egyszer megtanulok, majd egyszer meg tudok játszani. És akkor úgy, ez úgy mindig úgy volt, hogy hát majd egyszer nyilvánvalóan. Szóval ezek a majd egyszerek, ezek ugye soha nem jönnek el az életben, és erre szoktam azt mondani, hogy ne várjuk meg azt, amíg egy fának csapódunk, hogy a majd egyszereket, azokat igazából most ebben a pillanatban valóra váltsuk, hanem kezdjünk el úgy gondolkodni, hogy nincsen végtelen időnk, kezdjünk el úgy gondolkodni, hogy az időnk az erősen limitált, és igazából hát oda kellene arra figyelni, hogy mit kezdünk a saját kis álmainkkal. És akkor ezért van most ez az egész gitár, az ez, szóval Kis Gergővel van egy accountability, ami azt jelenti, hogy egy fogadásunk, és hogyha én naponta fél órát nem gitározok, akkor heti 5-ször, akkor azokon a napokon, amikor nem gitároztam, akkor szor 25 ezer forintot kell fizetnem neki, tehát ha egy napot kiadjuk, az 25 ezer, és akkor így tovább. És ez azért nagyon izgalmas, és erről is szeretnék beszélni a mai adásban, egyébként kényelmetlen volt bevelni ezt a gitározást az elején, mert hát rendkívüli mód szar vagyok egyelőre benne, ami egy hét után annyira nem is csoda. Szóval most akkor végre belevágtam ugye emiatt az egész miatt, hogy megvan az accountability, de nem azért vágtam bele, hanem azért, mert egész egyszerűen egyébként akármennyire is szar vagyok benne, baromira kikapcsol, jól érzem magam közben, szeretek énekelgetni közben, amit szintén nem tudok, de szeretem csinálni önmagamnak, csinálom ezt az egészet, nem pedig másnak, és tök jó érzés ez a kis játék a mindennapjaimban, egy fél óra, 40 perc, amikor nem gondolkozom üzleten, nem gondolkozom semmilyen dolgon, igazából így kizárom a külvilágot, és csak ez a gitár, meg én vagyok, és ez egy nagyon izgalmas érzés, mert eddig ez nem volt jelen zene szintjén az életemben. Ugye ezt csinálom mostanában, és mit szerettem volna ezzel az egészen? Miért játszottam ennek az adásnak az elején, annak ellenére, hogy ég a pofám, mert tényleg egyre nem túl jó az a művészeti gitárre brillírozás, amit én le tudok tenni az asztalra, az egyre nem túl magas, szóval mi a faszért játszottam gitár? Azért már azt szerettem volna megmutatni neked 2 dolgot. Az egyik dolog az, hogy szerettem volna, hogy lásd, hogy mennyire szar vagyok valaminek az elején. Én is, pont ugyanúgy, hogy te is. És a vállalkozás tök ugyanilyen, a párkapcsolat tök ugyanilyen, az emberi kapcsolatok teljesen ugyanilyenek, hogy egész egyszerűen az elején nem leszünk túl jók benne. Aztán, hogyha elkezdünk ilyen kényelmetlen módon játszani, amikor még nem annyira jó érzés, mert nem tudok brillírozni, nem tudok allűröket beletenni, nem tudok egy számot normálisan játszani, nem tudok semmit csinálni, hely rózsa volnék a maximum teljesítményem. Tehát, hogy ennyit tudok most tenni, és pont ezt szerettem volna, hogy lásd, hogy hát nyilvánvalóan nekem is ugyanannyira kényelmetlen, ugyanannyira fájdalmas, ugyanannyira rossz az elején bármi, mint egyébként mindenki másnak. Mert hogy a fejlődés, az tulajdonképpen pont úgy néz ki, és most ide is hoznánk egy kicsit ehhez a whiteboardhoz, szóval a fejlődés, az pont úgy néz ki, hogy az elején itt vagy, és ez itt mondjuk a jellegi komfortzónád, ugye, egy baromira elcsépelt dolog. Ebből a komfortzónából elindul a fejlődés, és amielőtt új szintre érnél, azelőtt van egy nagyon-nagyon-nagyon rossz rész. Az pedig ez. Mert itt fogod azt érezni, hogy te szar vagy. Valószínűleg ez a videón fordítva fog látszani, de ide van írva, szar vagy.
Tehát itt fogod azt érezni, mert hogy addig volt egy komfortzónád, ahol jól érezted magad, azt gondoltad, hogy értesz azokhoz a dolgokhoz. Aztán az elején annyira kényelmetlen, például most nézzük ennek a gitározásnak a példáját, eddig voltam az ember, aki nem gitározott, és ezért tök okés voltam. Most szembesülnöm kell a saját halandóságommal, a saját bénaságommal, a saját balfékségemmel, és folyamatosan ezt a szarérzést élem át tulajdonképpen az elején némi boldogságforrással, mert néha azért jól jönnek ki a dolgok, amikor egy-egy akkordot véletlenül elkapok, és akkor utána, amikor majd itt elindulunk felfelé, akkor lesz itt újra egy happiness állapot, aztán persze utána újra adok magamnak egy kívást, és akkor megint az egész indul előről. Tehát a fejlődés, akármiben akarsz fejlődni, a fejlődés az azért egy nagyon fájdalmas folyamat, mert azon a dolgon kell végigmenned, hogy először az egódat, az identitásodat, ami addig voltál, ami volt valamire alapozva, hogy úgy jó vagy bizonyos dolgban, azt el kell dobnod, és hát újra át kell menned, ahogy szoktam mondani, a saját taknyodon át kell forognod saját magadon. Tehát lényegében szembe kell nézned azzal, hogy hát itt még igencsak béna vagy. És én nem szeretünk bénák lenni, hát ki szeret béna lenni? Hát szeretünk ügyesek meg okosak lenni. Na, de ahhoz, hogy az életben fejlődjünk, új dolgokat próbálhassunk ki. Ez a gitár, ez nem a fejlődésről szól, ez a gitár, ez arról szól. Szóval ahhoz bizony szenvednünk kell, és most én éppen a szenvedés fázisban vagyok, és ezért szerettem volna ezt a szenvedés fázist ennyire erősen megmutatni itt, mert az elején ez mindig, mindenben ilyen lesz. Szóval, hogyha belekezdesz valami újba, és az elején egy ilyen szenvedés fázison mész át, például először mész le a konditerembe, és úgy érzed, hogy semmihez nem értesz, és az életkedved is elmegy, az azért van, mert egyszerűen hülyének és bénának érzed magad, és ez egy teljesen normális dolog, és csak annyit tudok mondani, hogy keep going my friend, menj tovább, mert előbb-utóbb viszont jó lesz. Szóval én is majd elérek a 30. napra, és el tudom majd játszani Jason Mraz-tól I'm Yours című számot, ami valamiért egy bele uzolásom, hogy így fogalmazok a gitárba, és valamiért nagyon-nagyon el szeretném játszani ezt a számot legalább egyszer életemben gitáron. Szóval olyan 30 nap múlva is fogom ezt majd érni különböző kis segítő dolgok által, mint ugye nyilván egy olyan személy felvérelése, aki tud gitárt oktatni, tehát egy mentortálása, amit nyilván minden dologban használok, amit belekezdek. Szóval ezt tudom igazából ajánlani neked is, hogy ne félj attól, hogy béna vagy az új területeken, csak menj bele, és egész egyszerűen azt a kezdeti időszakot, amikor nagyon nehéz, és amikor nagy az esély arra, hogy egyébként saját magadtól feladnád, akkor csináld azt, mint például, amit én baromira nem véletlenül csinálok a saját életemben, hogy kis Gergővel van ez az accountability, ezt azért csinálom, mert tudom, hogy az elején lenne a legkönnyebb feladni, és az ott a legnehezebb. Szóval, mivel így most már ugye nem komfortzóna az, hogy nem csinálom ezt a tevékenységet, hiszen a pénzfizetés miatt már a nem csinálása is pánikzónába kerül, a csinálása is pánikzónába kerül, ezért a kisre fájdalommal járót választom, tehát játszok ahelyett, hogy fizetnék. Úgyhogy meg fogok tanulni, és az első 30 napot, amikor a legkényelmetlenebb, így tulajdonképpen a rendszert hekkelem egy kicsit. Úgyhogy így át tudom ezt vészelni, és 30 nap múlva, amikor már majd abban maradt ez accountability, akkor nem kell fizetgetnem, de addigra már élvezni fogom a gitározást, mert 30 nap után, 60 nap után elsajátítottam 2 hónap alatt a hangszert olyan szinten, hogy már élvezet legyen leülni játszani, mert el tudok játszani pár dalt, el tudok játszani, értem az akkordokat, tudok olvasni tabulatúrát, meg ilyen különböző dolgokat, amit már az elkövetkezendő 1-2 hónapban megtanulok. Szóval az okosság ebből annyi ma, hogy használd az accountability erejét, ha valami újba akarsz belekezdeni. Legyél tisztában azzal, hogy az elején, amikor azt érzed, hogy a taknyodon csúszol és béna vagy, az egy teljesen normális folyamat, és menj nyugodtan tovább. És a harmadik az pedig az, hogy az időnk az véges ezen a földön, úgyhogy barátom, azt javaslom neked, hogy használd ki azt, amíg itt vagyunk, és hozzál létre nagy dolgokat, vagy csak egész egyszerűen tanuljál meg gitározni, vagy ukulelézni, vagy furujázni, vagy bármi, amit te szeretnél. Ez elég folyamán hangzott a vége. De bármi, amit te szeretnél, 9 hónapon keresztül, én például én izgalmas, de reményem szerint számodra is izgalmas adásokat készítek neked. Ha még nem tettem, akkor kérlek, hogy iratkozz fel. Nagyon-nagyon pár nap van vissza, és nagyon-nagyon szeretném elérni az 1000 feliratkozót, mert hogy ezt kurvára jól néz neki, hogy 4 számjegyet elértem ez alatt a 9 hónap alatt. Már nem elfelejtem, hogy hány hónapig csináltam ezt az egészet. Úgyhogy, ha még nem tetted meg, akkor kérlek, iratkozz fel, de ha már megtetted, akkor tök jó lenne, ha szólnál valamelyik barátodnak. Egyébként létszíveci, mert ezeket nagyon-nagyon el szeretném érni. Annyira cool érzés lenne elérni ezért ennek a kihívásnak a végén, és pár nap van egyébként fiszta a végig. Ha még nem tetted meg, kérlek, hogy kommentben, most nem mondom azt, hogy jelöld meg egy barátod, de tényleg inkább szólj valakinek, létszíves, aki még nem iratkozott fel, és úgy érzed, hogy mondjuk értéket adnának neki az adások. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál, és holnap is itt lesz, reményeim szerint. Holnap újra találkozunk, támzapot ne felejtsd el, holnap jövök, szia!